A Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal gazdasági igazgatót keres, aki a könyvelési és pénzügyi osztályt koordinálná. A járdaépítési program keretében nyert támogatást Gyergyó Alfalu a Petőfi Sándor művelődési ház előtti tér rendezésére. Megújították, bővítették, egy szóval színesítették a szervezők az idén harmadik alkalommal meghirdetett Klassz Tavasz Fesztivált. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Újabb fontos állás betöltésére hirdetett versenyvizsgát a Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal. A gazdasági igazgatói tisztség egy ideje nincs betöltve, most azonban a városvezetés olyan szemét keres, aki koordinálná a könyvelési és pénzügyi osztályt, és segíteni a döntéshozatalt bizonyos kérdésekben. Az elmúlt időszakban több állást is meghirdettek a polgármesteri hivatalnál, ezek nagy részét be is töltötték már. Nagy Zoltán polgármester szerint, ha gazdasági igazgatót is sikerül alkalmazni, akkor teljessé válik az a csapat, amely hatékonyan tudja működtetni a várost. Egy nagyon fontos tisztség betöltésére hirdettünk versenyvizsgát. Reméljük, hogy most már ez lesz az utolsó olyan tisztség, amelyet ha be tudunk tölteni, akkor feláll az a csapat a hivatalon belül, amely megfelelő feltételek mellett tudja működtetni a várost és üzemeltetni a várost. Ez egy ügyvezető gazdasági igazgatói tisztséget jelent, amelynek nagyon fontos szerepe van a hivatal és a város életében, hiszen egy olyan személyt keresünk, aki közgazdász elsősorban, és kellő analitikus és szintetizáló képességekkel rendelkezik abból a célból, hogy különböző típusú elemzéseket és gazdasági szemléletet tudjon bevinni a hivatali döntéshozásba. Fő szerepköre a gazdasági igazgatónak az a könyvelési és a pénzügyi osztálynak a tevékenységei koordinálása. A gazdasági igazgatónak jelentkező személy gazdasági területen egyetemi végzettséggel kell rendelkezzen, és tapasztalat is szükséges. A polgármester elmondása szerint nem kell mindenhez értsen, de kell legyen benne hajlandóság a tanulásra, fejlődésre. Egy olyan gazdasági szemlélettel tudjunk gazdagodni az operatív vezetésben, amely nagy mértékben segíti a döntéshozásunkat. A minimális követelések az minimum három év szakmai tapasztalat a szakmában, illetve a közgazdaságtani végzettség. Az ideális jelentkező a mi szemünkben egy olyan proaktív személy, aki kellő tapasztalattal rendelkezik, de kellő kihívást érez magában, hogy egy nem kevés feladattal meg tudjon birkozni, de nagyon fontos az is, hogy a gazdasági szemlélet az nagyon meghatározó legyen a gondolkodás módjában. Nem várjuk el azt, hogy mindenhez értsen, hiszen nem lehet, főleg az adminisztrációt azt sem egyetemen nem tanítják, sem a hétköznapban, viszont ha megvan a kellő hajlandóság benne, akkor nagyon hamar bele tud jönni és meg tudja ezt tanulni. A jelentkezési iratcsomót április 3-áig lehet letenni a közalkalmazottak Nemzeti Ügynöksége irodájának bukaresti székhelyén. Itt lesz az írásbeli vizsga is április 19-én 10 órakor. A kisebb, helyi jellegű, de a nagyobb közönséget érintő megyei szintű egyházi rendezvényeket is támogatja Hargita megye tanácsa. Idei pályázati kiírásában újdonság, hogy a történelmi egyházak igényelhetnek támogatást saját megyei szintű vagy partnerekkel közösen szervezett hitéleti tevékenységeikre, rendezvényeikre. A kiírás célja, hogy olyan rendezvények is kapjanak finanszírozást, amelyekre nem lehet más kiírásokon pályázni. A pályázat feltétele, hogy a támogatott eseményt június 2. fele és november között kell lebonyolítani, illetve több éve működő megyei szintű rendezvény kell legyen, amelynek összköltségvetése legkevesebb 15 ezer lej. A pályázatokat Hargita megye tanácsának iktatójába, Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt, vagy a területi irodáknál, Gyergyószentmiklóson a Szabadságtér 15 szám alatt kell benyújtani. Határidő április 19-e. A pályázati űrlap igényelhető Hargita megye tanácsának székhelyén, a területi irodákban, illetve letölthető Hargita megye tanácsának honlapjáról is. A járdaépítési program keretében összesen közel 3 km járdaépítését kezdték el Gyergyó Alfaluban és Zetelakán. Alfaluban a Petőfi Sándor művelődési ház előtti téren újul meg a gyalogos járófelület, emellett több parkolóhelyet is kialakítanak.
A kis víz és a kis villany program mintájára hozta létre Hargita megye tanácsa a járdaépítési programot. Ennek keretében Gyergyóalfaluban 160 méter járda térkövezését finanszírozza a megyei önkormányzat. Borboly Csaba megye elnök a munkálatok elindításakor elmondta, hogy a megyei tanács elsődleges célja és feladata a megyei utak építése, ezért atipikusnak, azaz nem szokványosnak nevezte azt, hogy járdák felújításához is társulnak. Legtöbb helyen az úgy szokott zajlani, hogy megépíti a település, de ott a településnek nagy szüksége van és tényleg indokolja a közúti biztonság, akkor egyes rövidebb szakaszokon vállaltuk, hogy társuljunk. Igazából a program ötlete az Etelakáról érkezett, és akkor az Etelaka mellett megjelent a Gyergyóalfal vigény is. Bárki jelentkezhetett a települések közül, akinek van tiszta telekkönyve és dokumentációja, ez ami legnehezebb ebben az országban, és ezért is van gondolom most csak két település. Vannak még igények, de mindenféleképpen letisztázott dokumentációval kell rendelkezni. Gyergyóalfaluban a művelődési ház előtti téren lévő járda több szempontból is megérett a felújításra. Mint elhangzott, már rég nem biztonságos ott a közlekedés, de emellett nem praktikus és nem is esztétikus. A mi igényünk, amiért megfogalmazódott ugye ennek a térnek egy kicsit az átrendezése, az elsősorban abból adódott, hogy balesetveszélyes, és másodszorban pedig az, hogy esztétikailag most már eléggé megromlott, ugye, minek utána a leaszfaltozott részt fel kellett vágni bizonyos víz és szennyvíz munkálatok céljából, ezért eléggé otrombán néz ki pont itt a művelődési ház eleje, és úgy egészen úgy abban az irányban is látható, hogy mennyire nem megfelelő, nem egy központhoz illő látványt nyújt ugye számunkra. A művelődési ház előtti tér rendezése magába foglalja a járda teljes felújítását, bizonyos zöldövezetek megszüntetését az újabb parkolóhelyek kialakítása érdekében. A munkálat kivitelezését egy bákói cég nyerte, egy hónap alatt kell megtörténjen a kivitelezés. A beruházás értéke 150 ezer lej, az összeg felét a megyei tanács biztosítja, a fennmaradó összeg a község önrésze. Olcsóbb lett a magyar útlevél kiállítása, közölte Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa. A 65. életévüket betöltött személyek esetében az eddigi 28 euró helyett mostantól csak 20 eurót kell majd fizetni. A 18 és 65 év közöttiek által igényelt útlevelek ára 65 euró marad, a 18 év alattiak esetében sincs változás, számukra az útlevél ára továbbra is 28 euró. Harmadik kiadásához érkezett a Gyergyószentmiklósi Klassz Tavasz Fesztivál. A korábbi évekhez képest a program kínálat idén tovább bővült, hiszen nem csak koncertekből áll a rendezvénysorozat, hanem más művészeti ágak is teret kapnak. A két hónapot felülelő fesztivál keretében 7 program lesz. Megújították, bővítették, egy szóval színesítették a szervezők az idén harmadik alkalommal meghirdetett Klassz Tavasz Fesztivált. A klasszikus zene mellé más kulturális és művészeti ágakat is bemutatnak a közönségnek. Ilyen módon sor kerül majd filmbemutatóra, könyvbemutatóra, illetve kiállítás megnyitóra is, tehát a komoly zene mellett és egyáltalán a zene mellett a film, a fényképészet és az irodalom és ugyanakkor a gasztroirodalom világát is próbáljuk bevonni ebbe a fesztiválba. Tehát azt szeretnénk kifejezni egyáltalán ezáltal, hogy amilyen színessé válik a világ a tavasz közelettével, úgy a program kínálat is egy olyan színkavalkádot próbáljon nyújtani az érdeklődőknek, a közönségnek, amivel, hogyha végigjárják ezt a néhány programot, akkor egy egészen színes és komplex élménnyel tudnak távozni. Az április 3-án rajtoló fesztivál az Ének a fák tetejéből című dokumentumfilm bemutatóval debutál, melyet 19 órától a Művelődési Ház Bocsárdi Angi Gabriella stúdió termében tartanak. A film a kósteleki Vaszi Leventét, a Fölszállottabb Páva népzene és néptánc vetélkedőn közönségdíjjal elismert tanárt mutatja be. A filmbemutatót közönség találkozó követi, ahol jelen lesz a produkció szereplője, valamint készítői Zsigmond Attila, rendező operatőr és Bajna György producer is.
A Klassz Tavasz második és harmadik rendezvényét a Kódex, Régi Zene Együttes és Adórián Csaba mesélő tartják. Előbb lecke hangverseny lesz gyerekeknek Muzsika, Királyok és Hercegek korából címmel, majd Betlen Gábor és Kora című előadással a felnőtteket örvendeztetik meg a Betlen Gábor kori zenével, zenetörténettel és korabeli elbeszélésekkel fűszerezve. Április 20-án kamarazenekoncert lesz a Duo Art előadásában, majd ezt követően egy könyvbemutatóval egybekötött fotókiállításon vehet részt a közönség. Gál Tímea a Kölcsönkért Kovász című Kosztos könyvének bemutatóját és Ádám Gyula fotókiállításának megnyitóját április 26-án tartják. Május 8-án egy igazi különlegességgel várják majd a közönséget. Ami érdekességnek mondható az, hogy sor fog kerülni egy hárfa koncertre is, és nyilván ebben a műfajban ritkán van lehetőségünk térségünkben, hogy egyéni előadó esten vehessünk részt, és emiatt hívtuk el Nagy Emese marosvásárhelyi hárfa művészt, hogy ő is egy kis színt vigyen a rendezvényünkbe ezáltal az egyéni produkció által, hiszen hárfán fog megszólaltatni olyan zenéket, amelyek filmekből közismertek, vagy akár a jazz műfajában, illetve latin-amerikai dallamok is el fognak hangzani az ő előadásában. A Klassz Tavasz Fesztivált Fülep Márk fuvola művész önálló estjével zárják a zsinagógában. Erre a koncertre, a film és könyv bemutatóra, valamint a fotókiállítás megnyitóra a belépés ingyenes. A többi programra jegyeket a Művelődési Központ irodájában lehet váltani, munkanapokon 9 órától 16 óráig. Március 27-én a Színház Világnapja alkalmából egész napos programra invitálja az érdeklődőket a Figura Stúdió Színház. Reggel kávézás lesz a színészekkel, majd kulisszatúra keretében lehet betekintést nyerni a figurások tevékenységeibe. Lesz még maszkkészítés, bemutatják a Gyilkostó legendája című bábjátékot, valamint nyílt próbát és előadás vetítést is tartanak. A programokra a belépés ingyenes, viszont a kulisszatúrára és a maszk készítésre előre be kell jelentkezni március 23-án csütörtökön déli 12 óráig a képernyőn látható telefonszámon. Az Európai Kreativitás Napja alkalmából március 20 és 30-a között számos programmal várják az érdeklődőket Hargita megye több településén. Hargita megye tanácsa partnerként vesz részt a Kreárt nemzetközi projektben, ennek részeként szervezik meg immár 5. éve az eseményt. Március 20-án délután tartották az Európai Kreativitás Napja rendezvény sorozat nyitó kiállítását Én is a város címmel a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában. A tárlat anyaga a Nagy István Művészeti Középiskola és a dr. Palló Imre Művészeti Középiskola diákjainak és a Művészeti Egyetemek Hargita megyei hallgatóinak alkotásaiból született. A Kreárt projekt keretében minden évben megszervezzük az Európai Kreativitás Napját, ez egy fő tevékenység a projekt keretében, és ebben az évben egy 10 napos rendezvénysorozattal készültünk, ennek keretében kiállítások lesznek, 5 kiállítás anyagunk van, és ezt a különböző városokban kiállítjuk. Ugyanakkor műhelymunkákat szervezünk szintén a művészeti és diákoknak, egyet a Megyeházán, Restart Megyeháza Galéria címmel, és egyet pedig Borospatakon, egy ilyen pasztel műhelymunkát. Az elemiseknek tojásírást találtunk ki, holnap fog arra is sor kerülni, illetve a fotóművészetet kedvelőknek egy ilyen fotós workshopot Szent László témában. Házigazdaként Imecs László, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója köszöntötte a tárlatlátogatókat. Köszönettel tartozunk Hargita megye tanácsának, hogy a Kreárt projekt keretében a Hargita két oldalán levő művészeti iskola diákjait összekapcsolta egy-egy kreatív napra, amelyből nagyon szép munkák születtek, hangsúlyozta a művészeti iskola vezetője. Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke kifejtette, hogy a két térségnek nem versenyeznie kell egymással, hanem együtt kell működnie. Zonda Erika, Hargita megye tanácsának programok, projektek és közbeszerzések vezérigazgatóságának vezetője, a Kreárt projekt menedzsere ismertette az elmúlt évek főbb megvalósításait. Az 5 éves projekt, amely a végéhez közeledik, 12 Hargita megyei alkotóművésznek nyújtott lehetőséget a megmutatkozásra, vagy rezidens programokban való részvételre.
A mai kiállítás az Európai Kreativitás Nap keretében szerveződött, és Én és a Város, ez a címe. Ezt 2 évvel ezelőtt a művészeti diákok és egyetemisták készítették, egy ilyen külforgásos, rotációs akció festészet keretében. A Csíkszeredai Nagy István művészet is, a Székelyudvarhelyi Palló Imre művészet is, és a Hargita megyei egyetemisták, akik képzőművészeti egyetemeken tanulnak. Az alkotásukat Székedi Ferenc publicista, a Kreárt projekt nagykövete méltatta. Megítélése szerint a Kreárt projekt roppant hasznos volt a megye számára. Az ilyen művészeti hídveréseket általában országok szokták felvállalni, hogy a hazai művészeket elvigyék külföldre. Nagyon kevés az a megye, amely bele tud egy európai körforgásba kapcsolódni. Hívta fel a figyelmet Székedi Ferenc. Voltak éppen ez egy műhelyi munka, ami 2 évvel ezelőtt készült a Csíkszeredai és a Rudarei Művészeti Iskolásoknak a keze által, a gondolatai által, ugyanakkor részt vettek benne azok az egyetemisták is, akik innen indultak, vagy Szeredába, vagy Rudarhelyről. Ugyanakkor ami érdekesség az, hogy ezek a művek egyfajta csapatmunkák, mondhatom azt, hogy ilyen teamworkök, vagy coworkök, ahogy mondják. Tehát voltak éppen negyed óránként egymást cserélték a diákok, és mindenki belefestett a másikéba. Tehát így jött létre ez a sok alkotás, meg mindaz a témája, hogy hogyan látják ők a városra, hogy hogyan kellene alakuljon a városnak. És én a megnyitón pont erről beszéltem, hogy az elkövetkezőkben ők nagy szerepe lesz abba, hogy a városaink, amelyek egy picit szürkék, legyenek hangulatosabbak, legyenek, hogy így mondjam, emberszabásúak, és akkor szerintem a turisták is szívesebben jönnek ide. Székedi Ferenc a kiállító fiataloknak azt kívánta, hogy mindig nyitott szemmel járjanak, és a változások igényével kezdeményezzenek, a máshol látottakat itthon is alkalmazzák. Így lehet Csíkszereda olyan, mint ti. Évről évre megújuló és mindig fiatal. Zárta szakmai méltatását Székedi. A hétvégén hullott nagy mennyiségű friss havat síversennyel ünneplik. Szeretettel várnak minden sportbarátot idén is a madarasi Hargitán megrendezésre kerülő Bagoly kőkupára március 25-én 11 órától. A nyílt síversenyre gyerekek és felnőttek egyaránt nevezhetnek. A résztvevők korcsoportonként mérkőznek meg, online is lehet jelentkezni a bagolykó síverseny@gmail.com címen, vagy a verseny előtt a helyszínen. Kérik jelentkezéskor megadni a név mellett a születési évet és a lakhelyet is. Versenyen kívül is érdemes kilátogatni a hegyre. A friss hónak köszönhetően a sípályák teljesen felfrissültek. Nem tudott talpra állni a Progimi korong csapata, a hazai pálya előnye sem segített, a piros-fehérek a kiváló alapszakasz után elfáradtak, a sok mérkőzést egymás után nem bírták, a bronzéremért vívott párharc mindhárom találkozóját elveszítették, így 4. helyen zárták a hazai jégkorong bajnokságot. Kedden este Gyergyószent Miklóson folytatódott a bronz csata. A galaci csapat 2-0-ás előnnyel érkezett, de volt még remény, hogy hazai pályán sikerül szépíteni, és lesz 4. mérkőzés is. Sajnos nem így történt, pedig jól kezdett a Progim. Az első játékrészben egyetlen gól született, a házigazdák így előnnyel kezdhették a 2. harmadot. Ebben azonban semmi sem sikerült, és a Dunarea 6-szor is eredményes volt, míg a piros-fehérek csak egyszer találtak be az ellenfél kapujába. Ezzel tulajdonképpen el is dőlt a találkozó, sőt a bajnokság is. Az utolsó játékrészt is 2-1-re nyerték a vendégek, a mérkőzés végeredménye pedig 8-3 lett Galaciavára. Hiába győzte le az alapszakaszban többször is a Progima Dunariát, a bronzcsatában ez egyszer sem sikerült. Így a Gyergyószentmiklósi együttes a tabella 4. helyén zárta az idényt, nem csak a döntőbe jutás, hanem a bronzérem reménye is elúszott. A döntőben kedden este a Csíkszeredai Sportklub nyerte az egyik fél 4 győztes mérkőzéseig tartó küzdelem 3. találkozóját. Ezzel 2-1-re vezetnek a brassói Korona ellen.
Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!